Az EW7F 3484 UE típus jelzésű Electrolux előtöltős mosógép, 60 cm széles, az ajtó fogantyújáig a mélység mérete szintén 60 cm és 85 cm a készülék magassága. Energiaosztályba sorolását tekintve A kategóriás, ami azt jelenti, hogy 100 mosási ciklus alatt összesen 42 kWh áramot használ, mosásonként 42 literes a vízfelhasználása, 8 kW a maximális töltett kapacitás, illetve 74 decibel a maximális zajszintje, ez ugye a legmagasabb centrifuga fordulatszám mellett értendő. Ha megnézzük a készülék kezelőfelületét, középső gombbal tudjuk bekapcsolni, áram alá helyezni, és akkor már ki tudjuk választani a betett ruha anyagának megfelelő mosóprogramot. Ezek között megtalálható a Quicker 69 perces program, ami azt jelenti, hogy ezen programon belül 5 kilónyi pamut és keverszálas anyagot válogatás nélkül egy programon belül 69 perc alatt képes tisztára mosni a készülék. Emellett megtalálható a pamut, a szintetikus, illetve a kímélő program, van benne gyapjú, illetve sejem program, van egy 20 perces 3 kg ruha felfrissítésére szolgáló gyorsmosás, van benne egy gőzfrissítő program, itt 1 kg ruhát 25 perc alatt képes átfrissíteni, ugye ez száraz ruhára értendő. Tudunk vele csak centrizni, illetve vizet leszivattyúzni, van benne csak áztatási lehetőség, és vannak külön programok sportruhához, takaróhoz, kültéri sportruházathoz, illetve van benne egy fertőtlenítő program, ami gőzciklussal fejeződik be, és egy 40-60 fokos energiatakarékos program. Akármelyik programot is, ha kiválasztjuk, a kijelző mindig az adott programnak a paraméterei láthatók, mutatja a hőfokot, a centrifuga fordulatszámot, programfutás idejét, illetve hogy az adott ruhatípusból mennyi ruhát tudunk egyszerre behelyezni, illetve kimosni. A hőfokot és a fordulatszámot a kijelző bal oldalán található érintő panelek segítségével tetszés szerint tudjuk módosítani. A pamut programnál engedi a 90 fokos főzőmosás, emellett 60, 50, 40, 30, 20 vagy hidegvizes mosás lehetőség van. A centrifuga fordulat számot pedig 200-asával tudjuk 1400-ról csökkenteni, egészen 400-ig le lehet venni, az alatt van egy centrifuga nélküli mosóprogram, illetve egy öblítőstop funkció is beállítható, amikor is az utolsó öblítő vízbe marad a ruha, úgy fejezi be a programot a készülék. Az idő rövidítésére is van lehetőség, ha kevésbé szennyezett ruhát mosunk, akkor a kijelző jobb oldalán lévő Time Manager érintő panel segítségével jelen esetben 5 lépcsőben tudjuk rövidíteni a programfutás idejét, tehát gyakorlatilag egy 2 óra 52 perces programot 1 óra 1 percre is le lehet rövidíteni. Tudjuk késleltetni az indítást, ezt egy órás ugrásokkal előre tetszés szerint el tudjuk tolni, illetve az alapprogram kiegészíthető előmosással, foltisztítással, plusz öblítést tudunk az alapprogramhoz rendelni, illetve egy csendes üzemmód is kiválasztható, ha mondjuk éjszaka szeretnénk a mosógépet használni, illetve van egy hozzáadott gőz lehetősége, amikor is befejezi a készülék a kiválasztott mosóprogramot teljes egészébe, és utána pedig még átgőzöli a ruhát, ez kimondottan a gyűrődésmentesítés segíti elő. Ha megnézzük a készüléknek a dobját, egy nagyméretű betöltő nyílás mögött látható az a textil kímélő dob, ami ugye az új mosógépekben megtalálható. A dob falán ilyen párnaszerű domborulatok láthatók, ennek köszönhetően kevesebb felülettel érintkezik a ruha, amikor forgatja a dob a ruhát, és ez ugye felmozgatja az oldalfalra, onnan ha visszacsúszik, ha kisebb a felület, akkor kevésbé fogja kifényesíteni a textíliát, illetve a párnaszerű domborulatok körül pedig sokkal apróbb lyukak találhatók a dob falán, ennek köszönhetően egy magas centrifuga fordulatszám mellett, például ha feltapad a dob falára a ruha, akkor nem tud kitüremkedni ezeken a lyukakon, tehát nem fogja megnyújtani az anyagot. A készülék Woolmark Blue besorolás kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen kezeli a gyapjú anyagot is a készülék. A készülék inverter motoros, az ilyen típusú motorra a gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell a vásárlást az electrolux.hu internetes oldalon. A készülék aljában található meg az a szűrő, amit bizonyos időközönként célszerű kitisztítani. Ezt lehajtjuk, kitekerjük magát a szűrőt, kivesszük a benne lévő szennyeződéseket, eltávolítjuk és visszahelyezve, visszatekerve tudjuk újra használni a készüléket. Ennek a mosógépnek a mosószeradagolója egy négyrekeszes kialakítású,
Ami azt jelenti, hogy nem csak a hagyományos mosószereket, mosóporokat tudjuk beletenni, ugye ennek megvan ugyanúgy az előmosáshoz, főmosáshoz, illetve a harmadik rekeszbe az öblítőszer helyezhető el. Kapott egy negyedik rekeszt is, amiben a mosókapszulát tudjuk belehelyezni. Ennek az a lényege, hogy ha ide tesszük a mosókapszulát és kiválasztjuk ezt a funkciót, akkor itt vízbe fel fogja oldani a kapszulát a készülék, és magát az oldatot felülről ilyen esőztető rendszerrel a már forgó dobra, forgó ruhákra egyenletesen be fogja adagolni. Tehát garantáltan feloldódik a mosókapszula még akkor is, hogyha alacsony hőmérsékletű programot használunk, illetve jobban eloszlik a ruhák között a tisztítószer. Készülék egyébként tudja kezelni a hagyományos mosószerek közül mind a folyékony, mind a poralapút. Ha folyékony mosószert teszünk bele, akkor ebbe a kis betétbe kell beleönteni. Ha viszont mosóport használunk, akkor a betét kivételét követően közvetlenül ide ebbe a fehér tartályrészbe tudjuk ezt elhelyezni. A mosószeradagoló egyébként kivehető, nagyon könnyen tisztítható, mert szét lehet szedni, tehát minden részéhez nagyon könnyen egyszerűen hozzáférünk majd. Electrolux előtöltős mosógép, 8 kg töltett kapacitással, 1400-as maximális centrifuga fordulatszámmal, A energia osztályba sorolással, nagyméretű LCD kijelzővel, hozzáadott gőz funkció lehetőségével, illetve mosókapszulás mosószeradagoló tartállyal.